Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Korszerűsítés. A világítás után a fűtésrendszer újul meg a bátaszéki művelődési házban. Munkáltatói fórum és karriernap, a robotika térnyerése várható a munkavilágában. Fókuszban a közbiztonság, kamerákat szerelnek fel a tolnai Hősök terére. Nyílt nap, a szexuális törvényszék működését mutatták be. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Tragikus körülmények között pénteken 64 éves korában elhunyt Szekó József, Mohács Fidesz KDNP-s polgármestere. A politikus 1998. októbere óta vezette Mohácsot polgármesterként, 2010 és 2014 között a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának tagja volt, a Baranya megye területi listáról szerzett mandátummal. 2003-ban megkapta a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet, 2007-ben a Hazáért Érdemkeresztet, 2012-ben a Pro Humanitate Baranya, 2019-ben pedig a Zsolnai Vilmos díj Baranya gazdasági fejlesztésért díjakat. Szekó Józsefet Mohácsváros önkormányzata saját halottjának tekinti. Szekó Józsefet korábban polgármester jelöltként nyilvántartásba vették az október 13-i önkormányzati választásra. A Nemzeti Választási Iroda álláspontja szerint a választás előtt kiesett, azaz visszalépő vagy elhalálozott, esetleg választójogát elvesztő jelöltek helyett nem lehet új jelölteket állítani az októberi önkormányzati választáson, mivel a jelöltek nyilvántartásba vétele szeptember elején lezárult. Ezeket a jelölteket a választási eljárási törvény szerint le kell húzni a szavazólapról. Ezt a szavazólapokat nyomtató A1 biztonsági nyomda a szavazás előtti utolsó hétig, október 4-éig tudja követni, és ezekben az esetekben új szavazólapot nyomtatnak. Az október 4-e után kieső jelölteket a helyi választási irodák húzzák le a szavazólapokról. Új fűtési rendszert kap a bátaszéki művelődési ház. A felújítás után olyan gépek biztosítják majd a meleget, amik lényegesen energiatakarékosabbak és korszerűbbek lesznek a jelenleginél. A bátaszékiek művelődési házára nagyon ráfért a felújítás. A ciklusban a közművelődés szerepe megerősödött a városban, ennek következtében a költségvetésben is nagyon arányban jelentek meg a fejlesztésre szánt források. Tavaly az épület világításrendszere korszerűsödött, az idei esztendőben pedig a fűtés modernizálására kerülhet sor. Ez a beruházás mintegy 12 millió forint értékben fog megvalósulni, és egy korszerű, szabályozható és energiatakarékos fűtési rendszert tudunk építeni. A korszerűsítéshez szükséges forrást a város saját költségvetéséből fedezi. Az építkezés ideje alatt a ház nyitvatartási rendje megváltozik, a civil csoportok próba lehetőségei átalakulnak. Várhatóan az építkezés 2 hetet vesz majd igénybe. Szemtanúkat keres a rendőrség, egy baleset okozóját akarják megtalálni. Az eddigi adatok szerint szeptember 21-én este 9 óra körül hajtott bele egy BMW egy másik autóba a 6-os úton, a Fáccánkerti elágazónál. A baleset után a BMW sofőrje kiszállt a kocsiból, majd elhajtott a helyszínről. A vétlen jármű utasa és vezetője is könnyebben megsérült. A szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki látta a balesetet, vagy azzal kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen munkaidőben személyesen bármelyik rendőri szervnél, vagy hívja a 112-es telefonszámot. A kábítószerek veszélyeivel kapcsolatos prevenciós előadást tartottak Pakson a helyi rendőrkapitányság munkatársai, drogfogyasztókat kezelő szakemberekkel közösen. Az elmúlt hetekben a városban több kábítószerfogyasztóval és kereskedővel szemben indítottak büntetőeljárást a paksi rendőrök. A Facebookon pedig elterjedt egy videó, amin egy helyi férfi pszichoaktív szer hatása alatt megbotránkoztató módon viselkedett, ezért szervezték meg a paksi előadást a rendőrök. Munkáltatói fórumot és karriernapot szerveztek az Együtt a munkavállalásért Tolna megyében nevű program keretében Szekszárdon. A résztvevők egyetértettek abban, a jövő a robotika elterjedése felé mutat, és erre kell felkészíteni a munkavállalókat is.
Munkaadókat és munkavállalókat is vártak az Együtt a munkavállalásért Tolna megyében projekt keretében. A találkozóra több mint egy tucat foglalkoztató érkezett. A konferencián elhangzott, a jövő munkavállalóit fel kell készíteni arra, hogy záros határidőn belül a robotika a jelenleginél erősebben kap majd szerepet a termelésben. A robotizáció az egy jelenlévő dolog, és azokat felhívtuk a figyelmüket arra a tényre, hogy azok a cégek, akik ehhez nem alkalmazkodnak, és ezekkel az innovációs eszközökkel nem élnek, ők le fognak maradni a versenytársaiktól. A találkozó alkalmat adott arra is, hogy mindazok, akik ma munkanélkül vannak, kapcsolatba léphessenek a cégek képviselőivel. Nagy általánosságban mondhatom, hogy megegyeznek a problémák, tehát a legtöbb cég jelenleg munkaerőhiánnyal küszködik, azonban a területek változóak, és van, akinek szakképzett munkaerő hiánya van, van, akinek pedig betanított állásokban van hiánya. Bartis István véleménye szerint nagyon fontos lesz a képzés az elkövetkezendő időszakban, mert a piaci versenyben maradáshoz szükség lesz a modernebb technikát és biztosan vezető munkaerőre. Óriási mértékben romlott 2010-hez képest a magyar diákok képzettségi szintje az Európai Bizottság oktatási és képzési figyelőjének felmérése szerint. Az olvasást tekintve például az alulteljesítő 15 évesek aránya 9 év alatt 17-ről 27%-ra nőtt, a matematikát tekintve 22-ről 28-ra emelkedett a nem megfelelően képzett diákok aránya, olvasható a tanulmányban. Az elemzés arra is kitért, hogy Magyarországon idősödik a pedagógus állomány. 2017-ben 41% volt az 50 év feletti tanárok aránya, míg a 30 év alattiaké csak 6%, valamint azt is megjegyezték, hogy a korai iskola elhagyók száma nem változott jelentős mértékben az évek alatt, tavaly 12,5% volt. Kamerarendszer telepítenek a Tolnai Hősök terére. Erről legutóbbi cikluszáró ülésükön döntöttek a város önkormányzati képviselői. A Tolnai főtéren már most is vannak kamerák, ám a friss tervek szerint az újak a korábbiaknál sokkal jobb minőségű képet tudnak majd adni. A város vezetői a fejlesztéstől azt várják, hogy javítja majd Tolna közbiztonságát. Viszonylag kis összeg áll rendelkezésünkre, tehát terveink szerint a Hősök terét fogjuk bekamerázni még egyszer, és sokkal alaposabban, tehát jobb minőségű kamerákkal, mint az korábban volt. Ezekről sem igazán feledkeztünk meg, csak valahogy mindig voltak fontosabb dolgok. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte Tolna megye egyik országosan is kiemelkedő szintű autókereskedése, a Kakasdi Hilc autóház. Az évfordulóra a megye számos pontjáról érkeztek meghívottak. Együtt Tibor, a Mazda Magyarország ügyvezető igazgatója azt mondta, nemzetközi szinten is példaértékű az a szakmai munka, melyet az elmúlt 30 év alatt végeztek a tulajdonosok. 1989. szeptember 1-én lehozta a magyar közlöny az autókereskedésekről szóló új jogszabályt. Megkértük az engedélyt a cégbíróságon Kft. Megalapítására. Egy hét múlva megkaptuk az engedélyt, családi vállalkozásként három fővel bejegyezték a Hirc és Fia Kft.-t. Amikor átadta a papírokat dr. Hankovszky Zsolt cégbíró, azt mondta: Hirc úr, maga az első olyan cégtulajdonos Tolna megyébe, aki a nevét adta a Kft.-jéhez. Azóta ez a név nem csak Magyarországon, de a Mazdánál nemzetközi szinten is védjegye lett annak a magas színvonalú munkának, mely az elmúlt 30 esztendőben jellemezte a vállalkozást. A használt autókkal induló kereskedés ma már a csúcsmodelleket is forgalmazza, a kereskedés háromszor nyerte el az elégedettségi mutatók alapján a Mazda külön díját. Európában nagyon alaposan mérjük a vevőélményt, hasonlóan sok márkához, és a Mazda kiemelkedő ebben európai szinten. Van egy ügyfél élmény mutató szám, amiben a Mazda a prémium márkákat is meghaladó vevőélményt ér el. Ebben Magyarország, a magyarországi Mazda, a Mazda európai átlagát is jelentősen meghaladja, és Magyarországon a legjobb vevőélményt azt a Hilcék érik el. Tehát mondhatom azt, hogy ők a Bajnokok Ligája győztesek vevőélményben. Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés elnöke azt mondta az ünnepségen, minta lehet minden vállalkozás számára ez a munka, melyet itt végeznek.
Politikában is nagyon nehéz, és nagyon sokat kell küzdeni azon, hogy az ember fennmaradjon, meg a pozícióját megőrizze, és én azt gondolom, hogy a piac is ilyen kemény, ilyen szigorú, és csak a jókat díjazza mind a két terület, csak a jók tudnak megmaradni, és a jók tudnak teljesíteni. A meghívott vendégek az autógyár két új modellét is megcsodálhatták, melyek az ünnepi alkalomra érkeztek Kakasdra. Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Földügyi Központ nyilvános pályázatot hirdetett települési önkormányzatok számára, melynek keretében állami földek ingyenes használatára szerezhettek jogosultságot. A szociálisan rászorulók megsegítése érdekében indított program keretében 17 megye 109 települése nyújtott be sikeres kérelmet, mondta el Nagy István agrárminiszter. Így a kormány döntése alapján 371 földterület, összesen több mint 1230 hektár állami föld kerül 5 és 15 év közötti időszakra ingyenesen a települési önkormányzatok használatába. Az önkormányzatok ingyenes földhasználati programja újabb lehetőséget nyújt a magyar vidék további felzárkóztatására, segítséget ad a hátrányosabb helyzetű települések agrárgazdasági pozícióinak megerősítésére és a szociálisan rászorulók támogatására. Nyílt napot tartottak a szekszárdi törvényszéken. A program célja az volt, hogy bárki betekintést nyerhessen a bíróságok működésébe és az elérhető szolgáltatásaikba. A törvényszéken nem ez volt az első olyan tematikus nap, amikor bárki körbejárhatta az intézményt. Kipróbálhatják az eljárási időtartam kalkulátort, de bemutatjuk a 2020. január 1. napjától az önök számára elérhető új rendszereinket is. A bíróságok fejlesztéseit és az elérhető szolgáltatásaikat ismerhették meg a szekszárdi törvényszék nyílt napjára érkezők. A díszteremben felállított standoknál olyan témákat mutattak be a szakemberek, mint a gyermekközpontú igazságszolgáltatás vívmányai, a digitálisan elérhető bírósági internetes felületek, a nyitott bíróságprogram vagy a bírósági közvetítés lehetősége. Hogyha úgy érzik a felek, vagy a bíró felajánlja és a felek nyitottak rá, akkor vegyék igénybe ezt a közvetítést, és maguk próbálják megoldani a saját vitájukat. Azt tapasztaljuk, hogy amikor ilyen módon megállapodás születik, akkor egyik fél sem veszít. Mobiltelefonnal kapcsolódott a videokonferenciába a bíróság egyik alkalmazottja. A kameraképe azonnal megjelent egy másik tárgyalóteremben. Az úgynevezett távmeghallgatás folyamatával is megismerkedhettek az érdeklődők, sőt a mobiltelefonos kapcsolatot most először láthatta a szélesebb közönség is. Nyílt napnak az elnevezése új utak, bíróságok az ügyfelekért. Azért ezt a nevet választottuk a programnak, mert szeretnénk megmutatni azt, hogy milyen új fejlesztéseket valósítottunk meg itt a bíróságon, az ügyfelekhez szeretnénk egy kicsit közelebb kerülni. A szekszárdi törvényszéken nem most először tartottak bárki számára elérhető nyílt napot. Korábban a múzeumok éjszakáján is sokan keresték fel az intézmény programjait. A Magyar Népmese napjához kapcsolódva tartottak tematikus mesenapot gyerekeknek Tolnán a helyi magház munkatársai. A programra második alkalommal került sor. A gyerekek egyebek mellett mesefilmet nézhettek, valamint a magyar népmesékkel kapcsolatos játékos feladatokban és sorvetélkedőkben vehettek részt. Szerencsére azt mondhatjuk, hogy nem csak Tolnáról érkeztek, hanem a Tolna járásból is több helyről ide látogattak hozzánk az óvodások és az iskolások. Mösdről érkeztek hozzánk nagyon sokan, szinte az egész iskolából eljöttek a gyerekek, Fadról is érkeztek, és Fácánkertből is. Regionális híreink következnek. 450 millió forintos beruházás Csurgón, ipari park épül a somogyi kisvárosban. Szerkezetkész a szennyvíztelep új tisztító medencéje, összesen 20 milliárdból újul meg Pécs vízrendszere. Bejárás és lakossági fórum, új kézilabda munkacsarnokot építenek Kozár Mislenyben. 450 millió forintból épül ipari park Csurgón. Az infrastruktúra kiépítése lehetővé teszi, hogy csatlakozzanak a gyékényesi csomóponthoz. Letették a csurgói ipari park alapkövét kedden. A somogyi városban 450 millió forint pályázati forrásból 8 hektárnyi területre települhetnek majd be a vállalkozások. Az elmúlt években Csurgó városában nagyon sok fejlesztést valósítottunk meg. Az intézményfejlesztés, a sport, a kultúra, a turizmus területén.
és jogosan kaptuk azt a kritikát, hogy a gazdaságfejlesztés területén kevés dolog történt. Én külön köszöntöm a csurgói vállalkozásokat, és kérem az ő partnerségüket és segítségüket azzal kapcsolatosan, hogy ezt majd élettel is meg tudjuk tölteni az elkövetkezendő évben, években. A terület és település fejlesztési operatív program keretében Somogyba 51,5 milliárd forint elkölthető forrás jutott a mostani uniós ciklusban. Erről beszélt Bíró Norbert, a Somogy megyei közgyűlés elnöke. Több mint 3,5 milliárd forint érkezett Csurgóra, közvetlenül a városba és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúrába. Egy kisváros és annak környéke akkor tud igazán fejlődni, ha egy olyan kormányzati gazdaságpolitika valósul meg, amelyhez partnerként be lehet csatlakozni. Ezt már Százfalvi László, a térség országgyűlési képviselője mondta. A cél, hogy a település gazdasága is megerősödjön, hiszen az még több befektetőt vonz a régióba, tette hozzá Százfalvi László. Szerkezetileg kész a pécsi Szennyvíztelem új biológiai tisztítást végző medencéje, a 2100 négyzetméteres 6 méter mély műtárgyat már a jövő kihívásainak megfelelően alakítják ki. Összesen 8 milliárdos fejlesztést végeznek a szennyvízkezelés terén, valamint 12 milliárdból újítják meg a város ivóvíz és csatorna rendszerét a következő években. Daru a pécsi Szennyvíztelep épülő beruházásán. Már a betonfalait építik az új biológiai tisztító medencének a kivitelezők. A szerkezetépítés a befejezéséhez közeledik. Azt kell tudni erről a műtárgy, hogy ez egy 2100 négyzetméter alapterületű, durván 6 méter mélységű műtárgy, amit a kapacitásbővítésnek a jelentős alapírja lesz, és ugye ezt követően folyamatosan a többi műtárgynak a kivitelezését is megkezdjük. Ezen a területen pedig a mechanikai tisztítás végző medencéket építik majd meg. A városi szolgáltató már a jövő igényeinek figyelembevételével alakítja ki az új telephelyet. A megváltozott vízmennyiségek, azoknak a minőség és az időbeli lefutásának a követésére vagy kezelésére szolgáló olyan létesítmény sor fog létrejönni, amelyel az elkövetkező 30-50 évre egészen biztos, hogy biztonságban helyezhető a város szennyvíz ellátottsága, vagy a keletkező szennyvizeknek a korszerű és fenntartatósághoz mindenképpen szükséges kezelése. Az új telep a lakossági szennyvízkezelés tisztítás mellett a várhatóan növekvő ipari tevékenységből származó szennyvizet is biztonsággal tudja majd kezelni a jövőben, mondja a vezérigazgató. A beruházás jelenlegi állásáról a helyszínen tájékozódott Pécs alpolgármestere csütörtökön. Budapest után a nagyvárosok között ez a legnagyobb ilyen jellegű projekt, ami ebben az időszakban megvalósul, és nem csak mennyiség tekintetében fogja biztonságos ellátást szolgálni, hanem azoknak az új elvárásoknak, környezeti mutatóknak is meg fog felelni ez a telep, amely a mostani előírásokat, illetve várhatóan a jövőben tartalmazni fognak. A szennyvíztelep korszerűsítése, kapacitás bővítése 8 milliárd forintba kerül. Emellett 12 milliárdból újítja meg a Tettye forrásház a pécsi ivóvíz és szennyvíz hálózatot a következő években. A telep átadását a 2023-as próbaüzem után tervezik. Idén ősszel ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Kozár Misleny ese. A jubileum és az új munkacsarnok megépítése apropóján a városba látogatott Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, a Fidesz frakció vezetője. A helyszínt Kovács Tamással, az Egyesület elnökével és Hoppál Péterrel, a térség országgyűlési képviselőjével járhatta be az elnök. A sajtótájékoztató után Kocsis Máté és Hoppál Péter közös lakossági fórumot tartott. A szövetség támogatja a kozármislenyi terveket. A 2019-20-as programot már nyáron jóváhagyták, mondta Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, a Fidesz frakció vezetője, a szerdai kozármislenyi sajtótájékoztatón. Kocsis Máté kiemelte, ritkaság számba megy ma Magyarországon, hogy egy alig 7000 fős településen csak nem 1000 gyerek sportol. Kozármisleny a magyar kézilabda világban példaértékű utánpótlás rendszerrel működik. Csak szuperlatívuszokban lehet beszélni arról a munkáról, ami itt folyik,
Mindeközben megvan, és talán ez az igazi érték, az az egészséges mértéktartás a helyi egyesület vezetőiben, hogy nem feltétlenül minden áron, minden pénzt felhasználva a világ tetejére akarnak nagyon hamar feljutni, hanem egy hosszú, kitartó, lelkiismeretes, alapos építkezéssel sok-sok gyereket adnak és akarnak adni a jövőben is a magyar kézilabda számára. Pécs mellett Komlón és Kozármislenyben is országos rangú a sportélet, fogalmazott Hoppál Péter. A jelenlegi kozármislenyi polgármesternek éppen ezért nem szabad büntetnie a sportegyesületet, mert bizonyos kérdésekben nem értenek egyet, tette hozzá az országgyűlési képviselő. Nagyon bizakodunk abban, hogy az elmúlt években az a dinamikus fejlődés, ami létszámban is, eredményekben is a kozármislenyi sportéletet jellemezte, az nem torpan meg külső egyéb tényezők miatt. A külső egyéb tényezők a önkormányzat kommunikációs készségének hiányában látom elsősorban. A polgármester úr egy külön utat választott, amiben a kormány ellenében kívánja megvalósítani a mislenyi terveket. Én azt mondom, hogy szerintem jobb, hogyha szövetségben dolgozik egy város a kormányzattal. Kocsis Máté a csarnokbejárás során kitért arra, hogy az új munkacsarnokkal kapcsolatos elképzelések, fejlesztések az egyesület felől érkeznek a Magyar Kézilabda Szövetséghez, nem pedig a település vezetősége felől. A sajtótájékoztató után a Fidesz frakció vezetője és Hoppál Péter országgyűlési képviselő lakossági fórumot tartott. A Széni Kritikusok a 2018-19-es évad legjobb gyermek és ifjúsági előadásának választották a pécsi Bóbita Bábszínház Ludas Matyi című előadását. A produkciót korábban a 14. Magyarországi Bábszínházak találkozóján a Széni Kritikusok beválogatták a három legjobb gyermek-ifjúsági előadás közé. Az előadás nagy szakmai sikert aratott, ennek elismeréseként döntött a bírálóbizottság a díj odaítéléséről. A díjat Sramó Gábor, a Bóbita Bábszínház igazgatója, és Markó Róbert, a darab rendezője a napokban átvette a budapesti Katona József Színházban. Felejtsük el azt, hogy nagyon erős volt úgymond a mezőny, a másik két előadás, hiszen a szombathelyiek előadását Jeles András rendezte, még a budapesti Bábszínház versenyben lévő produkcióját a Ser Tamás. Tehát ilyen szempontból is, és amire én még nem emlékszem, hogy vidéki bábszínház kapott volna ilyen díjat, szerintem mi vagyunk az elsők. És még egy örömteli dolog, így megnézve a kritikusok szavazatait, hogy még két szavazatot kapott a Robin Hood előadásunk is. Tehát azt mondhatom, hogy nagyon szép, szakmailag is erős évadunk volt tavaly. 22 millió forintos uniós forrásból gördeszkapálya készült a Somogy megyei Mesztegnyőn. A településen korábban 9 millió forint értékben köztéri sportfejlesztés is megvalósult. Ezekkel a beruházásokkal új funkciót kapott az egykori park, elsősorban a jövő generációját szolgálja. Pécsi fiatalok tartottak bemutatót az új gördeszkapályán Mesztegnyőn, ahol bárki használhatja a település új sportlétesítményét. Amennyi kitartásra van szükség, azon felül rengeteg élvezetet nyújt, és igazából csak ajánlani tudom mindenkinek, aki érez magába elegendő kitartást, önbizalmat, akkor neki lehet látni. Ez egy tökéletes pálya arra, hogy az alapokat elsajátítsuk. Ezen a területen valaha állatvásárokat tartottak, az utóbbi években pedig egy park állt itt. A fejlesztésekkel ez a tér kapott új funkciót. A mesztegnyői fiatalok már nagyon régóta igényeltek egy olyan helyet, ahol sportolnak, szórakoznak, beszélgetnek, és nem csak a fiatalok, szerintem az idősek is el fognak látogatni, mert este ki van világítva. Mintegy 22 millió forintos uniós forrásból készült el a gördeszkapálya, de a téren korábban 9 millió forint értékben köztéri sportfejlesztés is megvalósult. A gördeszkapálya átadó ünnepségét Mesztegnyőn egy sportos délutánnal kötötték össze. Ezt a Sonfalu programból a megyei önkormányzat támogatta. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Korszerűsítés. A világítás után a fűtésrendszer újul meg a Bátaszéki Művelődési Házban. Munkáltatói fórum és karriernap. A robotika térnyerése várható a munkavilágában. Fókuszban a közbiztonság. Kamerákat szerelnek fel a Tolnai Hősök terére.
Nyílt nap, a szexuális törvényszék működését mutatták be. Szombaton és vasárnap reggelente felhősen indulnak a hétvége napjai, csapadék nem valószínű. A borongós délelőttöt követően délután vékonyodik, majd délfelől várhatóan egyre nagyobb térség felett felszakadozik a felhőzet. A délután második felében várhatóan kisüt a nap is, éjjel tovább csökken a felhőzet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, viszontlátásra!